annyiféle van, ahogyan az emberek próbálnak ügyeskedni, hogy minél gyorsabban megtanulni használható módon, élő módon az alkalmazás szintjén egy nyelvet. Mert egészen más, ha valaki például műfordítónak készül, vagy szakfordítónak készül, akkor sokkal inkább a nyelvi készségekben, a nyelvtani szerkezetek nagyon pontos felismerése, megértése, amire a hangsúlyt helyezzük. De amikor élőbeszédet akarunk tanítani, akkor mindenfajta olyan eszközt, elemet érdemes felhasználni, amit részenként a tudomány szépen összeszedegetett már. Valójában, ha jól körülnézünk, akkor vannak iskolák, irányzatok, mindegyik esküszik a magáéra, hogy mivel tud gyorsan megtanítani beszélni, ha ezekből azokat, amikről igazolt a hatékonysága. Így összeállítjuk, akkor kijön egy olyan különleges puzzle, amiben benne van minden, ami nagyon jó. Mindazok a nyelvhasználati módok, amelyek közel visznek az élő eleven valósághoz, ahogyan mi a nyelvet alkalmazzuk, mindig jobban bejönnek, mint például a szótározás, különös módon minket még oroszra is így tanítottak, ugye, hogy tanultuk a szavakat, meg is nézhetjük, hogy hol tartunk a szláv nyelvek tudásában. Tehát, hogy az nem jó, amikor külön a nyelvtan, a szabályok, erre a példák, pedig a világban valahogy hosszú időn keresztül ez a nem hatékony nyelvtanítási mód szerint dívott. Egy Georgi Lozanov nevű kutató még akkor az agyféltekékkel foglalkozás nem állt ilyen tudományos magaslaton, amikor már évtizedekkel ezelőtt a hipnopéd tanítási módszert kidolgozta, ami igaz, hogy a hipno szócska azt jelenti az álom eredetibe, de azt a gyanút kelti, hogy itt hipnózisba kerülnek esetleg, akik tanulják a nyelvet. Nem. Hanem egy olyan relaxált éberségbe, ahol az agyfélteke aktivációs nívója, éberségi szintje egy kicsit relaxáció irányába megy el, nem mennek hipnózisba, állíthatom, hiszen magam tapasztaltam, mert mindent kipróbáltam, hogy mit, hogy lehet, tehát tapasztalatból is mondhatom, milyen relaxált állapot, ahol is, az a lényeg, hogy ahogyan a jobb agyfélteke, vagyis ez a bizonyos módosult tudatállapotban hihetetlen felvevő kész, nagyon gazdag befogadó képességű jobb agyfélteke hallja mindazt, amit ugye befogadásra ajánlunk, az mint a szivacs úgy szívja magába a memória, és különösképp, hogyha megfelel a jobb agyfélteke nyelvi szabályainak, hogy képszerű, szemléletes, érzékletes, konkrét legyen. És így olyan fajta szövegek, amikben a megnevezésekben is mindenhol legyen képszerű szénák, három szóból egy kis egyszerű mondat. Mert hiszen az a memória működik, amelyik nyelvtani szerkezeteket nem fog tudni fényesen beépíteni, de nagyon jól tud egységeket, mégpedig olyan értelmes egységeket. Régen azt mondták, szavakat vigyünk be, nem? Pici, rövid mondatok, értelmes egységek, és azt akkor ebben a relaxált állapotban, ugye, és akkor ehhez lehet mindenfajta körítést, lehet használnak zenét, egy kis zenei aláfestés, ami nagyon jót tesz annak, hogy fönnmaradhasson egy nagyon kellemes belső állapot, és ne csapongjunk mindenfelé. Mert amikor valamit a tudat nem kíván befogadni, akkor elkezdünk kicsapongani abból a belső állapotból, ami egy autokoncentratív elmélyülést kíván. De ha így a zene hatására, a relaxáció hatására jönnek sejmesen azok a képgazdag, egyszerű kis mondatok, amikbe aztán egyszerre, hát ezer nyelvi egységet lehet naponta ilyen módon bevinni, ami még egyszer mondom, hogy nem ilyen egyszerű szavak listája bemagolás szinten, hanem egyszerű pici mondatokban konkrét, érzékletes, szemléletes, amit rögtön meg tud idézni az illető, és ugye, hogy hallja mögötte nagyon halkan a magyar megfelelőjét. És akkor ugye a kis mondatocska, és hallja a magyar megfelelőjét. Hihetetlenül betárolódik, és ugye minimum 7-szer el kell bújtatni a szövegbe az ismétlést, minimum 7-szer, ahhoz, hogy beüljön, és hogy így, tehát egy szöveget szépen morzsolni úgy, hogy az adott kis mondatocskákat, amikhez ott van a kísérő magyar szöveg a megfelelője, olyan módon hallja az ember, hogy hallja, és lám, újra hallom, és újra hallom. És akkor lesz ebből egy nem megunható olyan mozaik, ami nagyon jó. Tehát a Lozanov-féle módszer, nagyon sok variáció van, hogy mivel alkalmazzák, milyen zenékkel, és így tovább. Tehát zenei és zene nélküli is, maga a hipnopéd eljárás nagyon hatékony arra, hogy a szókincset fejlesszük. De ettől még nem leszünk királyok a nyelvtanban. A nyelvtan az megint olyas valami, aminek a megtanulása
élőszerkezetekben kell. Csak egy példát mondok, aki egyszer a német igéknek a vonzataival végigkillódta a hagyományos nyelvtanást, amit például én is, hogy melyik igének milyen többszörös vonzatai vannak, hogy lehet használni. Tudja, hogy ezek nagyon fontos, hogy az élő eleven beszédben legyenek úgy megjelenítve, hogy az viszont nagyon jó, ha ülök itt, éber állapotban, nem csak egyedül, innen kezdve már, nagyon-nagyon fontos, hogy mindent együtt, ha lehet, kis csoportosan, hangosan mondani a szöveget, és mondja előre a tanár, vagy hozzá, persze, társítjuk a vetített képeket, amik elmondják mindazt, ami történik, amire vonatkozó mondatot mi éppen memorizáljuk. Hogyan? Hát nem azért, hogy memorizáljuk, csak úgy mondjuk. Na most itt jön be az a fajta tudás, ami a gyermeki nyelvtanulásban olyan döntő, hogy minden, ami cseng, bong, ami olyan versikeszerű, aminek van egy összhangzata, az sokkal jobban beül. Ezért például a versek tanulása. Volt egy tanárom, aki Goethe verseken tanult meg németül. Hát ezt csak példagyanánt mondom, hogy ugye eleve a versek beduruzsolódnak, mert ugye szimbolikus, képi, tulajdonképpen képi nyelv, a szimbólumok nyelve, amin a költészet szól. Tehát versikék, csengőbongó, összhangba kerülő, ilyen klang, asszociatív hangzásba kellemes szövegeknek a tanítása, és akkor lehet egy kis versike, és aztán konkrét, egyes nyelvi szerkezetek, hogy például a rare, on, en, ön, ba, be, ban, ben, stb. Tehát ezeknek a megtanítása konkrét mondatokban, és itt is lényeges a visszatérés, az ismétlés. Na most, ha hangosan mondjuk, rögtön elmúlik az a fajta szorongató gátlása az embernek, hogy most itt égek, ma a másik tudja, én meg még mindig nem tudom. Mert ugye megbújok egy kicsit, aztán fölbátorodom, mondja az is, mondom én is egyre, és ami lényeg, hangosan mondani. Ugye Demosztenész kavicsot rakott a nyelve alá, aztán dadogásából is meggyógyította magát. És hogyan? Hogy kiállt a hegyoromra, és hangosan, kiáltva mondta azt, amit mondott. Most a hangos, a gyerekek miért kiabálnak annyira a gyerekek? Nem csak azért, hogy túlbeszéljék a felnőttet, hanem mert nagyon jó nekik, hogyha hallják. Ez a visszacsatolás, hogy hallja a saját hangját. Most én hallom saját hangom, hallom a többiekét, hallom a tanárét, hallom a jó kiejtést, látom a filmet, látom, ahol mennek jelenetek, megáll a film, és akkor mindjárt kiragadunk belőle bizonyos mondatokat, és akkor azokat ismételjük. Tehát ezek a vizuális ingerlés jobb agyféltekei, mert a képtudat az, ami befogad. A bal agyféltek a grammatikai szerkezeteket jegyzi meg, de hogy? Mint ahogy a gyerek jegyzi meg. Az a szabály, hogyha felnőtteket tanítunk, akkor tagolni szépen. Tehát a nyelvtani szerkezetekben tagolni, kiemelni, és a szüneteket megtartani, és nem csak ömleszteni a szöveget, hanem érthető, tagolt nyelvi nyelvtani egységekbe, hogy ne legyen rossz bevésés. Mert Isten tudja, hogy az ember tényleg ebben a nagy sodrásban, hogy mondja, hogy esetleg mit, hogy vés be, vagy hogy jegyez meg. Tehát nagyon érdekes az, ahogyan kiderült, hogy jó a csoportos nagyon jó azért, mert egymást segítjük, egymásra hatunk, és oldja az együtt közös tanulás azokat a személyes gátlásokat, amik ugye óhatatlanul föllépnek. Most ugye az, hogy használjuk ebben a kompjútert, hogy játékos feladatokat adunk, ez aztán már az élvezeti része a dolognak, mikor már jó begyakoroltunk valamit, akkor kis mondatocskák kiírva fejezd be. És akkor ilyen tesztszerűen, ahol önmagát kontrollálja az illető, hogy vajon jól használta-e azt, amit már így mondogatott eleget, és ott van feladványként írásban. Kontrollálja magát, és saját magát pontozza. És gyűjti a pontokat, és nem kell beszámolnia, hogy hol tart. Hogy ne égjen a többiek előtt, hogy ő még mindig nem tudja a nyelvtani szerkezetet fölismerni és megfelelően használni, hanem hogy tudja, hogy az otthoni gyakorlásban mi az, amire hangsúlyt kell helyezni. Na és ma már MP3 különböző lejátszok, fölveszünk olyan anyagokat, amiket gyakoroltunk, és akkor ülök az autóba, és közben hallgatom. Nagyon gyakran előfordul, hogy megszorulva nyelvtanulási kényszerhelyzetekben például ismerek menedzsereket, hát nem tudnak eljárni, hogyan nyelvet tanulni, de bizony a lejátszón ott van a kis
program, mindig egy-egy 30 perces program, általában ilyen egységeket állítanak össze, és akkor az ő saját hát nyelvi területükön olyan kulcsmondatokat, és nem szavakat tanulnak, hanem kulcsmondatokat, kifejezéseket, amiket a mindennapi életben használnak. Tehát azt mondhatom, hogy ha a gyermeki nyelvtanulásnak a szabályaira figyelünk, hogy azok spontán hogy tanultak megbeszélni, és nem szavakat tanulnak, hanem összefüggő jelentésegységeket, nagyon erős vizuális támogatással, amennyiben ilyen éber-aktív tanulás folyik, csoportosan, ez aztán lehet úgy, hogy különböző ugyancsak zenei aláfestéssel vagy anélkül, én nem szeretem a zavaró ilyen alámosó ingerhatásokat, az menjen tisztán a szöveg, és akkor ugye így tanulni nyelvtani szerkezeteket, de nyelvi egységekben, egyszerű mondatokban, ami alkalmazza az adott nyelvtani formulát. Most az az igazság, hogy ezeknek a variációival találkozunk azokban a híres nyelviskolákban, amiknek nagyon jók az eredményei, mert ezt hát észszerű kombinálják. Foglalkoztatom a jobb agyféltekét, jó csomó anyagot beviszek. Foglalkoztatom a bal agyféltekét, de úgy, hogy közben valóságszerűen, szemléletesen, érzékletesen és érthetően, ahogy majd fogom a mindennapi életbe használni. És végül a király, ugye a csúcs, hogy tudom én írásban, hiszen ez egy kritikus dolog, hogy írni helyesen. És akkor a megtanult nyelvi szerkezetet látom a szót leírva, és mi is tudjuk, hogy ott van az az édes angol nyelv. Hát ahogy kiejtjük meg, ahogy leírjuk, tudjuk mekkora a különbség. Tehát látni kell a képet, a szóképet magát. És aztán ugye csinálják azt is természetesen, hogy ezeket a leírt, nagyon máshogy hangzó szavakat kivetítik, villám pillanatok alatt kivetítik, és a elég küszöb körüli módon is vetíteni. Ez is egy jó elem, de ezek apró technikák. De azért a bázis a két lábon állása, bal és a jobb agyfélteke foglalkoztatása úgy, hogy összhangba hozás. És így aztán a diskurzust el lehet kezdeni, mert természetesen az egymással való beszélgetés kis csoportban, hármas kis csoportban, hogy egy anyagot már begyakoroltunk, és akkor egy anyagnak a szabad, van egy feladat, mondjuk egy város nevezetességeinek a megtekintése. És akkor az egy témakör, hát az ismeretes, hogy régen is voltak témakörök, de itt hát sokkal észszerűbb. És akkor a hármas kis csoportokba, és akkor mindig egy valaki az, aki mondja, a másik besegített, a harmadik pedig jegyzi a hibákat, és itt és így egymásnak visszacsatolnak. Hát itt aztán már ez a csoportos nyelvtanulásnak az a pozitívuma, ami olyan nagy áldás. Tehát szó sincs arról, hogy kizárólag kompjúter elé ülve ott majd halva a szöveget beírja. Mert ugye van ez az eljárás is, amit például nem tudom miért az iskolákban most nagyon preferálnak, hogy a gyerekek itt tanuljanak nyelvet. De ez a fajta szabályrendszer, jobb agyfélteke, bal agyfélteke, kettő közti kapcsolat és végül a írásos forma, ez az, ami általában a leghatékonyabb, és akármerre megyünk tanulmányozni különleges nyelvtanulási módszereket, ebből áll lényegét tekintve. Még egyről tudok, hogy szenzomotoros, mozgásos elemeket bekapcsolnak. Tehát, hogy számos szót úgy tanítanak meg, hogy különböző, hát lényegében memóriafogasokat alkalmaznak, különböző mozdulatokat. Tehát például valami olyan a mozgás területére tartozó igékben, például ugrik, és ugrik az, aki tanulja. És akkor kis mondatocska, átugrom a kerítést, átugrom a patakot, átugrom a, és így tovább, és variálják az igekötőkkel, leugrom, föl, és így tovább. És akkor mindent lemozognak. Ugye ez lényegében az érzékszervi sémáknak a szerveződése, ahogy a világot benyeljük magunkba, ugye a mozgással kezdődik. És a mozgásos út, ahogy a gyerek mindent ugye szájába vesz, megtapasztal, és így tovább, de közben csúszik, mászik, mozog, megtapasztalja a világot. És ez a mozgásos forma nagyon jó. Egyébként meg szeretik is használni ezt, mert ugye a mókás, mert egy kicsit nevetgélnek, lazulnak, és így tovább, és akkor egy-egy nyelvi formát ott mindannyian lemozognak. Hát ez még amit alkalmaznak. A mozgás, a szimbolikus szint, és a tulajdonképpen a legmagasabb racionális szint, már Piaget leírta, hogy a idegrendszeri felépítésben ezek azok, ahogyan magunkban tároljuk a világot, és ez az a mód, ahogyan a betárolást lehet szaporítani, hogy tanuljuk a nyelvet. Körülbelül ez az, amit érdemes végig gondolnunk együtt.